Hír 3D, a videó hírügynökség. Töltse le ingyenes applikációnkat iOS-re és Androidra. Khalaf Al Habtoor, a Habtoor birodalom feje, Dubáj egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb embere. Ő építette egyebek mellett a híres Burj Al Arab szállodát és a dubái repülőteret is. Az amerikai Forbes magazin a világ 200 leggazdagabb emberek közé sorolta a világon, vagyonát is csak megbecsülni tudták a szakértők, körülbelül 30 milliárd dollár felett rendelkezik. Ez az összeg 50-szer több, mint a leggazdagabb magyar Csányi Sándor vagyona. A 30 milliárd dolláros vagyonából nagyjából 30 évig lehetne fizetni például a teljes magyar honvédelmi költségvetést. 6 gyermeke van, szeret sportolni és rajong Budapestért. Rengeteget adakozik, évente több millió dollárt költ különböző jótékonysági rendezvényeken. Most jelent meg az önéletrajzi könyve, amely az öbölmenti országokban azonnal bestseller lett. Most kiadja magyarul is. Isten hozta Magyarországon, köszönöm, hogy vállalta az interjút. Tudom, hogy nagyon szereti Magyarországot és Budapestet. Miért fontos önnek ez az ország? Számtalanszor jártam már itt. Szerintem Magyarország az egyik leggyönyörűbb ország itt Európában. Az építészet, az emberek, a kultúra engem lenyűgözött. Ez egy csodaszép ország, és rengeteg barátot találtam itt az elmúlt időszakban. Nem azért jövök ide, hogy az ingatlanaimat megnézzem, hanem hogy a barátaimmal találkozzak. Mi volt az első benyomása, amikor Magyarországra érkezett? Ez már jó pár éve történt. Amikor először jöttem, akkor egészen más volt itt a helyzet. Abban a szállodában, ahol az első éjszakát töltöttem, nem volt légkondicionáló, de még ennek ellenére is már akkor élveztem ezt a várost és azt a környezetet, ami itt fogadott. Nem titok, hogy már igen nagy összeget fektetett be itt Magyarországon, például megvette ezt a szállodát. Miért döntött így? Nem a bevétel és a profit miatt döntöttem így, hanem azért, mert beleszerettem ebbe az országba. Én nagyon sok pénzt keresek és kereshetek otthon és más országokban, de az önök országa egy drága kő, amit csiszolni kell. Reklámozni kellene és promotálni, hogy jöjjenek el Budapestre, nézzék meg és hasonlítsák össze a világ más szépségeivel. Korábban már készítettem önnel interjút, és azóta nagyon sokan kérdezték tőlem, hogy vannak-e további tervei, és főleg befektetési tervei itt Magyarországon vagy Budapesten. Mindig próbálkozom, és továbbra is keresem a lehetőségeket, de az én üzleti érdeklődésem lényegében a szállodaipar, és most egyelőre nem találtam olyat, ami megfelelne nekem. Próbáltam ingatlanokat és rezidenciákat vásárolni itt az Andrássy úton, de az egy kicsit bonyolult volt bizonyos szabályozások miatt, amit megértek és tiszteletben tartok, de mindenképpen szeretnék tovább terjeszkedni itt is. Mi a véleménye a magyarországi, gazdasági és pénzügyi helyzetről a világválságot követően? Úgy gondolom, nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok európai országban még mindig csak beszélnek, de nem javítanak a gazdasági helyzeten. Itt van például a mi országunk, az Egyesült Arab Emirátus. Mi voltunk az első ország a világon, amely először talpra tudott állni a válságot követően. Ha hozzánk jönnének konzultálni a vezetőik, hogy hogyan csináltuk, egészen biztos, hogy segítenénk. De az a nagy probléma nyugattal, hogy még mindig úgy gondolják, nekünk van tanulnivalónk tőlük. Közben nekünk meg az a véleményünk, hogy mi nem csak tanulunk, hanem tanítunk is. Használniuk kellene minket, mert mi sokat tanultunk a nyugattól, viszont mi is nagyon sokat tudnánk segíteni, akár a válságkezelésben is. Ezt értem, és van valamilyen tanácsa a magyar gazdasági és politikai vezetők felé, hogy mit kellene tenniük, mondjuk az idén vagy a közeljövőben? Igen, örültem és kifejezetten boldog voltam, amikor láttam, hogy a magyar miniszterelnök ellátogat Szaúd-Arábiába. Fontos megállapodásokat írtak alá, ez nagyon jó dolog, de ezeket az egyességeket implementálni kellene.
Szaúd-Arábia egy nagyon jó ország, de nem kellene figyelmen kívül hagyni az Emirátusokat sem. Mi vagyunk az arab világ egyik legsikeresebb és legfantasztikusabb országa. Az nálunk természetes, hogy mindenhol promotáljuk a hazánkat. Bátorítjuk az embereket, hogy jöjjenek el és nézzenek meg bennünket. Én úgy gondolom, hogy a magyar kormánynak erősen kellene azon dolgoznia, hogy legyen egy emirátusi konzulátus itt Budapesten. Én például beszéltem a mi külügyminiszterünkkel Dubaiban, és bátorítottam, hogy nyisson egy konzulátust itt, de én, mint üzletember, ez nem vagyok elég. A magyar kormánynak kellene ezt jobban erőltetnie, hogy például legyen itt emirátusi konzulátus. Higgyél, energikusabbak vagyunk, mint bárki más a világon. Olyan üzleteket tudunk ajánlani, ami mögé pénzt is tudunk tenni. Felemelhetnénk ezt az országot, ezért is az az én tanácsom, hogy a kormány és az üzletemberek kezdjenek el sokkal erősebb kapcsolatokat kiépíteni az emirátusokkal. Ez nagyon jól hangzik és nagyon jó ötlet, de most milyen a kapcsolat a két ország között? Ismerős vagyok a teljes arab öbölben, de még sehol nem láttam reklámot, amely invitálná az embereket, hogy látogassanak el Budapestre, és itt költsék el a pénzüket. Sok pénzünk van, amit elkölthetnénk. Önöknek olyan befektetőkre van szükségük, akiknek kinyílik a pénztárcája, és szívesen költenek. Ezáltal fellendítik a gazdaságot. Mi Dubajban ilyenek vagyunk. Köszönöm szépen, most beszéljünk más témáról. Ön jól ismeri az európai és külföldi politikai eseményeket, például az ukrán válságot is, vagy ami a Krím-félszigeten történt. Mi a véleménye erről a krízisről? Nekem van egy szokatlan véleményem erről az egész konfliktusról. Egyáltalán nem támogatom Putyint, de nagyon tisztelem, mert egy határozott vezető, szemben például Obamával, aki sok mindent megígér, de valójában nem csinált semmit. Pedig régebben tiszteltem és támogattam az USA elnökét és az ötleteit, de ahogy az amerikaiak mondják, beszélni olcsó dolog, és nem jelent semmit, ha nem cselekszel. Ezzel szemben Putyin, ha azt mondja, megcsinál valamit, akkor azt véghez is viszi. Viszont támogatja a világ egyik legnagyobb bűnözőjét, Bashar al-Assadot, aki embereket, köztük nőket és rengeteg gyermeket mészároltat le Szíriában. Ez felháborít, és nagyon ellene vagyok. De az a tény, hogy amit Putyin mond, azt meg is csinálja. Ő egy komoly döntéshozó ember, de nem állok mellette. Amikor először olvastam a könyvét, találtam benne egy üzenetet, egy levelet, amelyet Obamának írt még 2009-ben. Akkor kifejezetten támogatta Obamát és az elképzeléseit. Ez most miért változott meg 2014-re? Ahogy ön is, meg én is halandó emberek vagyunk, hibázunk. De az nem azt jelenti, hogy ragaszkodunk a hibáinkhoz. Jogunkban áll változtatni a véleményünkön. Az elején úgy gondoltam, hogy rengeteg jó ígéretet tett, de aztán semmelyik ígérete sem valósult meg. Pedig Amerikának is szüksége lenne egy erős vezetőre. Amerika irányítja vagy irányította a világot, és senki nem gondolott demokráciára. Ha az Egyesült Államok elnöke azt mondja, hogy irány balra, akkor mindenki balra fog menni, és senki nem indul el jobbra. Obama megígért a világnak sok mindent, különösen az araboknak. Békét a palesztinoknak, békét a palesztin-izraeli térségnek, de semmi nem történt eddig. John Kerry körbe repüli a földet, városról városra jár, de semmi nem történik. Minden üres ígéret maradt. All empty. Nothing. Viszont nagyon jó véleménye van egy másik amerikai elnökről, Jimmy Carterről. Úgy hírlik, hogy jó barátok. Hogy ismerkedtek meg? Addig még sohasem találkoztam vele, és egyszer csak szóltak nekem, hogy úton van a repülőtérről a farmon felé, ami Dubaj mellett van. Annyira örültem, hogy találkozhattam vele.
Ez pár éve történt. Sok fontos dologról tudtunk véleményt cserélni. A legfontosabb az izraeli-palesztin helyzet. Rengeteget beszéltünk arról, hogyan tudnánk ezen javítani. Így kezdődött a közös munka. Megbízok benne, és nagyon tisztelem a nézeteit. Jimmy Carter egy nagyon erős, igazságos és őszinte ember. Ő egy igazi vezető, nem egy beosztott vagy menedzser, hanem egy igazi, született vezető egyéniség. Beszéljünk még a könyvéről, most kiadja Magyarországon is. Az arab és az angol után magyarul jelenik meg. Miért tartotta fontosnak, hogy itt is megjelenjen az önéletrajza? Ez nem csak az én történetem, nem csak Khalaf Al Habtoorról szól, hanem egy tanulmány, egy tanulságos történet is egyben. Bizonyos részét egyetemeken tanítják Dubajban. Ez egy nagyon átfogó és színes könyv, és természetesen szól a politikáról, az érzéseimről, a tapasztalataimról, a kudarcaimról, a pénzről, és arról, hogy hogyan lettem az, aki most vagyok. A könyvben az is benne van, hogy milyen volt a gyermekkorom. Egy szobában éltem a szüleimmel és a testvéreimmel. Én nem a Buckingham palotában születtem, hanem egy kisházban nőttem fel. Szóval átfogó ez a könyv, és igen büszke vagyok rá azért is, mert több nem nemzetközi díjat nyertem vele. 2,5 évig írtam ezt a könyvet, és mindenkinek ajánlom, aki bele akar látni az én életembe. Ajánlom a szegényeknek, gazdagoknak, politikusoknak, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan igaz történet, amelyből erőt lehet meríteni. Ez a könyv nagyon nagy siker lett Dubájban. Milyen reakciók követték a megjelenést? Ez a könyv nem csak Dubajban, hanem az összes öbölmenti országban bestseller lett. Az elmúlt 34 évben ez az Emirátusok legsikeresebb könyve. Az interneten szinte a világ minden országából rendelnek ebből a könyvből. Tavaly kiadtuk Angliában, és ott is nagyon nagy sikere volt, de a világ minden pontjáról rengeteg pozitív visszajelzést kaptam. Gratulálok a könyvhöz, én még nem kaptam meg a magyar változatot, csak angolul olvastam. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy igen őszinte írás. Mennyire volt nehéz döntés az, hogy a saját életének részleteit is megossza az olvasókkal? Egy nagy ország gazdasági minisztere, aki az egyik legjobb barátom, azt mondta, hogy ezek után nekem már nem lehet titkom. Szerettem az egyszerű dolgokat. Akkor is egyszerű ember voltam, amikor alkalmazott voltam egy cégnél. Most csak annyi változás van az életemben, hogy drágább és szebb öltönyt tudok venni, vagy esetleg szebb nyakkendőt, de számomra az a legfontosabb, hogy most is a családommal élek. A pénz miatt igazából nem változtam meg. Ugyanolyan őszinte ember vagyok, mint korábban. Az egyetlen, ami megváltozott az elmúlt évtizedekben, az öltöny, amit viselek. De például, ha az Emirátusokban vagyok, akkor mindig a hagyományos fehér ruhát viselem, akkor öltöny sem kell. Na jó, az is igaz, hogy kicsit jobb szállodákban is lakom. Amikor beszélgettem a barátaival, akár Dubájban, akár itt Magyarországon, mindannyian azt mondták, hogy ön egy nagyon kedves ember, és sokan azt a jelzőt használták, hogy egy filantrop, tehát adakozó. Miért tartják önt adakozónak? Hadd meséljek el valamit. Ez a véremben van. Én vezetőnek születtem. Azt látnia kell, hogy Dubajban, az Emirátusokban a politikai vezetőink nagyon egyszerű emberek. Bármikor oda mehetsz hozzájuk, beszélhetsz velük, leülhettek a földre, és bármikor elbeszélgethettek. A politikai és a gazdasági vezetőink is egyszerű emberek voltak, akik a sivatagban éltek. Azért, mert Dubaj a világ egyik leggazdagabb országa lett, attól mi még ugyanazok az emberek vagyunk. Azok az emberek, akik megváltoznak a pénz vagy a hatalom hatására, vesztesnek tartom. Azok igazából sohasem lesznek sikeresek az életben hosszú távon. Gyerekkoromban rengeteget imádkoztam, hogy Isten adjon nekem sok pénzt, és mindent megkaptam, amit szerettem volna. De azért természetes, hogy vissza is kell adjak belőle.
és ezért én belül úgy érzem, hogy a világ minden táján adakoznom kell. Ez az én kötelességem. Visszaadni a rászorulóknak, teljesen mindegy, hogy milyen a vallásuk. Lehetnek muszlimok, keresztények, buddhisták, hinduk vagy zsidók. Ha valakinek segítségre van szüksége, mi segítünk. Rengeteg egyetemet támogatok. Sok pénzt fektetünk orvosi kutatásokba, ugyanis amikor én kisgyerek voltam, ott hagytam az iskolát. 7. osztályba jártam utoljára. Nem tudtam befejezni sem az iskolát, sem pedig a gimnáziumot. Viszont képeztem magam. Mindig tanultam otthon, egyedül. És én így kompenzálok most, ezért is támogatok most annyi főiskolát és egyetemet. Mindenkinek azt mondom, hogy ne hagyják abba az iskolát, és ne kövessék el azt a hibát, amit én. Érdekes, hogy folyamatosan kapok meghívást különböző egyetemekre előadást tartani, és én próbálom átadni a tapasztalataimat. Persze azóta már 2 doktori címet is kaptam, és most kapom a 3. Filozófiából és emberi jogokból. Én az emberi jogokról nem csak beszélek, hanem valóban nagyon sokat teszek érte. Próbálom mindenből a maximumot kihozni. És pénzre lefordítva, ez azt jelenti, hogy a Habtoor Group által termelt teljes nyereség 20%-át jótékonyságra fordítjuk. Alapítványunk tulajdonképpen 20%-os tulajdonnal rendelkezik a cégeimben. Az alapítványaink nagyon szerteágazó munkát végeznek. Naponta több száz segélykérő levelet kapunk, és a segélyszervezet vezetői folyamatosan mérlegelik, hogy mikor, kinek és hogyan tudunk segíteni. És ez alapján döntik el a támogatás összegét. De mindig ott segítenek, ahol leginkább szükség van rá. A családi gyökereim messzire vezethetők vissza. Az őseim még Abu Dhabiban éltek, de a mi családunk mindig is szegény volt, és a Habtoor nevet én tettem híressé, én emeltem ki a szegénységből, és erre rettentően büszke vagyok. Amikor kisfiú voltam, azt mondta az édesanyám nekem, hogy Khalaf, én látom benned a lehetőséget, és óriási dolgok állnak előtted, bízom benned. Sohasem felejtem el az arcát, amikor ezt mondta. Isten fantasztikus, és segített nekem. Még egyszer mondom, hogy a legfontosabb az, hogy az ember energikus és őszinte legyen. And also the most important to be energetic. We talk about the charity and most sokat beszélgettünk a jótékonyságról. A magyar nézők tudják, hogy Dubáj egyik leggazdagabb embere, de mit jelent önnek a pénz és a gazdagság? Azt gondolom, hogy a pénz nagyon fontos. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint a pénz nem számít, de nem így van, ezeknek ne higgyenek. A pénz azért nagyon fontos, hogy segíthesd az embereket és a családodat. Én rengeteget kaptam a dubai kormánytól, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a saját kormányomat is támogassam. Utolsó kérdésem, amikor először találkoztunk 5-6 évvel ezelőtt, már akkor azt mondta, hogy nagyon szereti a sportokat, rengeteget sétál. A munkahelyére mindig gyalog megy be, illetve tudom, hogy nagyon szereti a teniszt. Miért fontos a sport az ön számára? Én a tenisz rabja vagyok. Ez a legjobb függőség a világon, amit el lehet képzelni. Nem tudok élni tenisz nélkül. Még akkor is játszom, ha 50 fok van Dubajban. Minimum 1 órát minden nap a saját szállodámban. Nekem a sport energiát ad. Egyszerűen kikapcsolok a tenisz alatt. Nem foglalkozom semmi mással. Muszáj játszanom, ez a belső indítatás. És rengeteg magyart ismertem meg a teniszen keresztül. A legtöbb magyar profi teniszező az én versenyemen játszott Dubajban, és a mai napig is játszom magyarokkal. Itt Budapesten is megpróbáltam elintézni, hogy a szállodával szemben a Deák téren hadd építsek néhány teniszpályát, amit mindenki használhatna, és akkor én is egyszer-egyszer játszhatnék 1 órát. Szerintem ez egy remek ötlet volt, de nem engedték. Sőt, meg akartam menni az egész teret, de nem lehetett. És tényleg az utolsó kérdés, van valami üzenete a magyar nézők felé? Az én üzenetem a nézők felé, hogy Magyarország a világ egyik legszebb országa.
és reklámozzák mindenhol, ahol csak tudják. Például az öbölmenti országokban is promotálni kellene. Ezek az országok tudják, hogy mi az, hogy siker, hiszen pár évtizeddel ezelőtt Duba is csak egy nagy sivatag volt. És most nézze meg, hogy hol tartanak. Nálunk nem csak beszélnek, hanem cselekszenek is az emberek. Én is támogatom az országukat, és benne lennék, hogy közösen gondoljunk ki gazdaságfejlesztő terveket. Azt üzenem a magyaroknak, hogy jöjjenek el Dubajba, és nézzék meg, hogyan működik a gazdaság az Emirátusokban. Vegyenek példát rólunk, mert mi nem csak beszélünk a sikerről, hanem cselekszünk is. Nézze meg ezt a gyönyörű szállodát, ahol most vagyunk. Dubajban egy ötször ekkora hotelt 20 hónap alatt építünk fel. Itt Európában egy ilyen beruházás 10-15 évig tart. Én meg ott fel tudom építeni 20 hónap alatt. A döntéshozókon van a hangsúly. Azt gondolom, hogy megfelelő emberek kellenek a döntési pozíciókban. Ez egy jó befejezés, köszönöm szépen az interjút, és remélem folytatjuk még.